Sziasztok! A következő videóban megmutatom, hogy hogyan lehet különböző design elemeket berakni a weboldalra, és a weboldal film végén fogjátok látni majd, hogyan tudok egy vezető elkapó rendszert, tehát egy olyan űrlapot beépíteni az oldalra, ahol majd feliratkoznak ugye a látogatók. Na nézzük, ugye bejövünk, belogolunk a saját WordPress oldalunkra a webirodából, és itt megjelenésbe megyünk bele, és akkor megnézzük, hogy a sablonok hogyan alakulnak, melyik sablon van bekapcsolva. Teljesen mindegy egyébként, hogy melyik sablonnal dolgoztuk ki, mi az FLM5-tel kezdtük el, amit utána lehet dizájnosítani. Jelen esetben most a weboldalunk, hogyha megnézzük, tekintsük meg honlapunkat, így néz ki. Ugye ez épp Jánosnak a weboldala, amin van ugye három menü még egyelőre. Ugye van maga ez a köszönő oldal, és ő elmondja az ő cégének az üzenetét, és ugye van már rajta egy cselekvésre felszólító kis ikon. Akkor ugye megvan az építs online üzleted oldala, ahol ugye a névlista probléma, oké. És van egy kapcsolat tulajdonképpen, amit beépítettünk már, különböző űrlapokat be lehet tenni, én most egy ilyet tettem be Jánosnak, erről is videó fog készülni, hogy hogyan lehet egy ilyet csinálni, de most ma ebben a videóban még egy másik elkapót is bele fogunk rakni, egy ilyen egyszerűbb elkapót. Oké. Ilyet is egyébként most kiadott a cég, de nagyon dizájnosat, arról egy külön videó fog készíteni, hogy hogyan lehet egy nagyon-nagyon dizájnos, igazi, profi, úgynevezett landing page oldalt gyártani. Ez nem mindenkinek kell, hogy betegyétek, tehát ezt csak most így betettem, hogy ilyen is van, de most nem az a lényeg, hogy ezt figyeljétek, hogy most ezt hogyan kell csinálni, erről egy külön videót fogok majd készíteni, hanem a lényeg az, hogy hogyan tudunk design elemeket, és a design elemeken belül pedig egy olyan űrlapot, ahol föl tudom majd iratkozni. Oké? Na, akkor ugye így néz ki most az oldal, aki az oktató videókat nézte eddig, az meg tudta ideig csinálni. És visszamegyünk ugye a szerkesztésbe. Most ez nagyon fontos, hogy így nem kell mindig a webirodába belogolni, hanem hogyha egyszer beléptetek a WordPress-be, akkor ez az oldal szerkesztése gomb, és a weboldal megtekintése gomb. Itt vizuálisra átkapcsolom, és az a weboldal megtekintése gomb alkalmas arra, hogy mindig meg tudjátok nézni, hogy hol tartotok a weboldalba, és az oldal szerkesztésbe pedig mindig vissza tudtok menni az alap sablonhoz. Oké, tehát jelen esetben most egy olyan design elemet fogunk beletenni, ami egy picit még földobja a weboldalnak a stílusát. Itt a megjelenésbe fogunk belemenni, és ezen belül a sablonokba. Mindjárt betekeri a sablonnak az oldalát, és hát én kiválasztottam egy nagyon jó kis telefonon is nagyon jól látható sablont, ezt mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért. Bekapcsoljuk, természetesen lehet majd kísérletezni a különböző más sablonokkal is, itt van elég sok. Oké, már be is tette, és most jelen esetben érdekes dolgot fogunk tapasztalni, tekintsük meg honlapunkat. Ugye itt most kihozta az alap sablont, és ne lepődjetek meg, hogyha az előre begyártott hírlevelek már, aki betöltötte, itt minden hirtelen fog látszani. Ugyanis a menüt is ilyenkor át kell alakítani, de csak egy pici átalakításon meg fogjátok látni, nagyon egyszerűen meg lehet csinálni. Tehát ne ijedjen meg senki, hogy itt minden most látszani fog. Ugye ezeket majd átalakítjuk. Tehát megnyomtuk a gombot, és akkor tulajdonképpen az alap betöltések, látjátok, nem változtak. Ezek mind ugyanazok, csak maga a design elemek fognak változni. Na, hát akkor nézzük. Visszamenjünk az oldal szerkesztésébe. Ugye betölti a rendszer. És akkor itt belemegyünk a menükbe, mégpedig úgy, hogy megjelenés és menük. Tehát megjelenés és menük. Én nagyon szeretem a WordPress-nek azt a részét, hogy ugye
itt kezelem a menüket, itt pedig az oldalak vannak, és az kerül mindig a menübe, amit én itt kipipálok, és hozzáadás a menükhöz engedélyezve van. Na most én itt ezt a menüt egy az egybe törölni fogom, és itt vadonatúj menüt fog beállítani. Mindjárt meg fogjátok látni. Igen, ez közben itt kijön, akkor semmi gond, egy okét rányomunk, kitörli a menüt, oké. Ne ijedjetek meg, itt minden megmarad, csak majd az fog látszani, amit mi szeretnénk. Jó, és akkor itt még egyszer kéri, ezek ilyen biztonsági elemek benne, és akkor kiválogatjuk esetleg, hogy mi az, ami nem kell bennünk, vagy nekünk. Jó, itt újra visszaadta az összeset, tehát hogy egy új menüt tulajdonképpen akarunk csinálni, hogy visszaadja így mindet, és akkor itt kiválogatjuk, hogy mi nem kell nekünk. Tehát az itt kezd el oldal kell, viszont az első hírlevél nem kell, hogy látszon. Tehát hangsúlyozom, rejtett menüben megmarad itt, csak nem fog látszani kinn az oldal. És úgy szépen óvatosan itt eltávolítgatjuk ezeket a leveleket így. Jó, hát ezek egy kicsit ilyen munkásabb cuccok, de azért nem probléma, mert addig is gyakoroljátok. Tehát itt csak a hírleveleket fogjuk kiszedni, hangsúlyozom, de ez csak azért, hogy ne látszon a fő menübe. És azért mutatom ezt így részletesen, mert többen megijedtek, hogy júj, eltűntek a levelek, illetve kint látszanak a menübe, és mit csináljanak, hát ezt kell csinálni. Természetesen több fajta dolog is létezik, hogyha új menüt csinálsz, akkor nem kell ezt így csinálni, csak én azért mutatom ezt nektek, mert ezzel fogtok találkozni, hogyha itt követitek a... Oké, adatvédelmi szabályzatnak látszani kell, építsd üzleted online látszani kell. Na most itt mutatom is rögtön, hogy ugye úgy vagy itt kezd el, és utána rögtön legyen az építsd üzleted online, tehát ide fölhúzom. És akkor nem jött föl, akkor itt megfogom, és akkor egész ideig. Oké. És akkor itt még ki tudom így, hogy ez az. Tehát itt kezd el építsd üzleted online és adatvédelmi szabályzat. Jó, itt kezd el kétszer is berakta, nem gond, ezt kiszedjük. Jó, elég itt, hogy egyszer van bent. Kapcsolat az maradhat, és ezt az űrlapot is innen kiszedjük. Jó. Amikor ez itt megvan, akkor egyszerűen annyit csinálunk, hogy létrehozzuk ezt a menüt. Ez egy mentés tulajdonképpen, és ez le van mentve. Most itt lesz egy nagyon fontos dolog, amit be kell kapcsolni, mégpedig ez a gomb. Ez a Primary Navigation, ez azt jelenti, hogy ez legyen az első prioritású, tehát ez legyen az a menü, amit kezel kinn a weboldalon a WordPress, és akkor itt egy menü mentése. Hogyha az automatikát is bele lenne kapcsolva, akkor minden egyes oldalt, amit csináltok, az automatikusan hozzáadja. Itt, ha ez nincs bekapcsolva, akkor mindig csak az látszik, amit ugye szeretnéd, hogy látszon, és nem adja automatikusan hozzá. És amikor csinálsz egy oldalt, akkor az rejtett oldal marad addig, ameddig te meg nem engeded, tehát a hozzáadás menühez nem kapcsolat, és akkor fog ide átjönni. Oké, tehát ki van a Primary Navigation, ez nagyon fontos, és akkor menü mentése. Mindig fontos ezeket a jobb oldali kis gombocskákat használni, mert ha nem mentitek el, akkor sajnos újra kell kezdeni az alapvető műveletet. Na, akkor ezt megvan, akkor mindig leszoktam ellenőrizni. Tekítsünk meg honlapunkat. Mindjárt betekeri. Látjátok, és akkor itt már tulajdonképpen csak ezek maradtak meg. Itt majd lehet még bővíteni oldalakkal, mert van hely, sőt még ilyen lefele mutató menüket is lehet csinálni, de én nem szeretem, hogyha egy oldalon nagyon-nagyon sok menü van, de lehet tulajdonképpen, hogy épül föl az oldal, már látni fogjátok. Na, amikor ideig eljutottatok, látjátok, hogy itt ugye ezt a képet, az jó lenne valami, hát a céghez idomulva valami szuper képet berakni, és mindjárt keresni is fogunk. Hogyan kell egy ilyen képet berakni? Mindjárt mutatom. Visszamenjünk az oldal szerkesztésébe, tehát látjátok itt milyen jó, nem kell visszamenni a weboldalon belülről, hanem itt ezzel a gomba vissza tudsz menni az oldal szerkesztéséhez. Rákattintatok.
Jó, visszaugrik a WordPress-be, és itt be kell mennünk nekünk a megjelenésbe, és a sablonok alatt a fejrészbe. A fejrészben van az a kép megjelenítési lehetőség, ahol különböző képeket lehet feltölteni, bannereknek hívják tulajdonképpen. Jó. Oké, tehát itt mutatja, hogy majd ide fogunk betenni képeket, most jelen esetben ez a kép van betéve. Adunk egy új image, tehát egy új képet ide az oldalhoz. Ha nem akartok esetleg képet, olyat is meg lehet csinálni, akkor a Hide Image nevezeti gombra rákattintok. Mindjárt meglátjátok, el fog tűnni ez a... Azért szeretem ezt a sablon, mert még ilyen egyszerűen is meg lehet. Tehát, hogyha ide rányomtok mindig a Save Publish-ra, ez fontos, akkor mondjuk itt nincs kép. Itt nincs kép ilyenkor. Jó, és akkor megmutatom, hogy hogy néz ez ki, majd mindjárt az oldalon. Jó, itt mindig visszaugrik, és akkor tekintsük meg honlapunkat. Tehát, hogyha nem akarunk képet, akkor itt van, egyszerűen így is meg lehet csinálni, hogy ne legyen kép. Van egy szlogen, és akkor rögtön jön itt egy... Tehát úgy, ahogy tulajdonképpen kiindultunk, csak itt fehér marad. Ez is nagyon jó egyébként, én szoktam ezt is használni, mert ez egy ilyen újsághoz hasonló, feketén-fehéren, tehát egy nagyon egyszerűen mutatja, tehát így is lehet hagyni, csak ugye sokan mondtátok, hogy akkor hát hogyan lehetne egy kicsit még dizájnosabbra, tehát azért mutatom most ezt. Akkor megint visszamenjünk az oldal szerkesztéséhez, megnyomjuk az oldal szerkesztése gombot, és akkor itt megint a jó megszokott módon megjelenés, és ugye fejrészbe fogunk bemenni. Mindjárt megjelenik a fejrész. Oké. Okay. Betölti. Nagyon jó. És innentől kezdve akkor adunk egy képet. Az új image. Itt megjelenik a médiatár. És akkor ide fölteszünk egy olyan képet, ami ugye oda a bannerhez jó. Megnyomom az Upload File-t, és akkor itt tulajdonképpen a fájl kiválasztása gombot utána megnyomod, és itt megjelenik a számítógépednek a tárhelye, és akkor mindjárt keresünk egy ilyen olyan képsorozatot, ahol a SkyVS-ek vannak. Mindjárt megnézzük, hogy hol lehet. Jó, és akkor itt azt hiszem ebben vannak jó kis képek. Na, hát itt én már kigyűjtöttem egy pár képet, letöltöttem az internetről, ilyen SkyWay-s képeket. Hát itt kiválasztunk egyet, mondjuk ez egész jó néz ki. És rákattintok, megnyitom, betölti. Amikor betöltötte, akkor itt van a Select and Group, megnyomod. Most lehet látni, hogy itt megjelent egy ilyen kis vágó szerkesztő program. Itt le tudod húzni, szintre tudod venni, hogy körülbelül hogy nézen ki ez a kis banner. Hát ez egész jól néz ki egyébként, ez a SkyWay-es. Majd így fölhozzuk. És akkor lehet dizájnosítani. Természetesen, hogyha valamilyen termékes üzlettel foglalkozol, akkor a te terméket képei is, vagy a... Hogyha ilyen fogyókúra programmal foglalkozol, akkor ilyen kövérlefogyott embereket szoktunk betenni. Hát lehet itt bármilyet. Az a lényeg, hogy ezzel a kis vágóval így dizájnosított. Ugye a banner ez ilyen hosszú, tehát itt azért ne tegyetek ilyen nagy képet. Bár ki lehet, csak fölösleges, mert sokat fog ugye helyet elfoglalni. Hát itt lehet ebben játszani, hogy hogy nézzen ki. Jó, mondjuk, hogy ez most így néz ki. Jó, egy picit így lentebb, hogy látszom, hogy ez egy... szuper hasító jármű. Oké. Okay. Nyomunk egy group image-t, vagy group image-t, rányomok, és gruppolja befele, tehát beteszi, megvágta, itt van bent. Most itt több képet is be lehet rakni, mert akkor váltogatni fogja, például itt van, már be is rakta, tehát itt majd így váltogatja, hogyha akarunk több képet is betenni. Hát meglepjük a Jánost akkor egy olyan, hogy beteszünk neki még egy képet. Beteszünk még egy képet neki, hogy több fajtába. Megint upload file és file kiválasztása. És akkor melyiket tegyük be? Hát betesszük mondjuk ezt. Megnyitás.
Oké, megint megyünk a vágóhoz, és akkor mondjuk ezt így fogjuk betenni. Így kicsit igazítunk neki, és crop image. Jó, most ezt betette így. Akkor még, hogy egy kicsit így fokozzuk a dolgokat, megint beteszünk egy képet. Mutatom. Fák kiválasztása, és akkor tegyük be mondjuk ezt a képet. Ez is jól néz ki. De bármelyiket betehetjük. Vagy akár ezt. Nagyon tetszik nekem ez a kép. Ugye meglátjátok, ez a szupervasút, ez az. Select and group, akkor kijön ez. És akkor itt beállítjuk. Dizájnosítjuk. Ez az. És akkor group image. Jó, és itt lehet látni már egy négy kép, vagy három bent van. És itt megnyomjuk azt, hogy randoming, the uploaded, shared. Lehet, hogy nem jó ejtem ki, de nem baj, attól függetlenül ezt megnyomjuk. Ez azért érdekes, mert itt váltogatni fogja majd ezeket a képeket. Hol ez lesz majd, hol nem ez, bármelyiket ki tudom törölni az X-el. Most nem töröm ki, így hagyjuk. Jó, amikor ez megvan, akkor fogunk, amikor ezt megcsináltuk, akkor ezt a Save and Publish-t megnyomjuk. Nagyon fontos, hogy ilyenkor elmentjük az összes képet. Oké, megvan a Save, és akkor innen már utána ki is tudunk menni. Ezzel az X gombocskával megnyomjuk. És mindjárt megnézzük, hogy mit csináltunk. Jó, itt visszatér. Oké, és akkor van itt olyan, hogy tekintsük meg a honlapunkat, rákattintunk, és voilà, itt van. Gyönyörűen megjelenik a szupervasút. Természetesen ezek akármikor rámegyünk, akkor mindig váltani fogja. Tehát hol ez fog, hol a másik kép, amelyiket beraktuk, az fog szépen megjelenni. Jó, akkor mit tudunk még ide betenni? Hát akkor megint oldal szerkesztése. Van itt egy olyan, hogy beállítások, illetve bocsánat, a megjelenés, és akkor bemegyünk ide a, azt mondja, hogy háttérhez, igen, háttér, de megnyomjuk, és lehet a háttér színét változtatni. Ez az. Be lehet tenni háttérképet is, ha akarunk. Igazán én nem szoktam a háttérbe betenni képet, mert szeretem, hogyha a telefonon ez így feketén-fehéren látszik, de mondom, be lehet tenni. Nézzük, mit lehet csinálni, hogyha be akarok tenni. A Select Image-t teszem be. Így. És akkor hát lehet egyszínűt, vagy bármit, én most mondjuk be fogom tenni. Mondjuk egyébként ezt teszem be. És így. Na most ez úgy néz ki, hogy ugye ide a háttérbe ment be. Ide a háttérbe. Jó. Tehát ide nem színt tettünk bele, hanem tulajdonképpen ezt színeztük. Tehát itt van az egészben, amit lehet látni. Tehát magát ezt a felületet nem szoktam én bántani, hanem ide a háttérbe, az is van odai, vagy háttérkép. Na most itt be lehet állni, hogy állítani, hogy ismételjen, mert ugye ez a kép csak idáig tartana, de itt kezd újra. Tehát az, hogy így halad lent, akkor nem lesz fehér sáv, hanem ismétlődik a kép. Ki lehet választani, hogy nincs ismétlés, vagy ismétlés vízszintesen, függőlegesen. Én ezt szoktam, hogy ismételés kész. Jó, ezeket a gombokat én nem szoktam bántani, de majd kipróbáljátok, hogy jobbra, középre. Én itt szoktam, vagy lehet, hogy rögzített, vagy gördítse. Ez majd meglátjátok. Én így szoktam hagyni, ez így egész jól néz ki így. Jó. Amikor ez megvan, akkor a Save and Publish gombot kell megnyomni.
Jó, elszélváltás, innentől kezdve ezt ide kirakjuk, kiixeljük, és ki tudunk menni. Jó, nézzük meg, hogy mit csináltunk, oldal megtekintése. Betölti. Jó, és akkor így néz ki, látjátok, hogy így itt a háttérben nem hivalkodóan, de mégis ott van valami olyan, ami fölhívja a figyelmet, de főleg ugye itt így központosítódik a dolog. Én így hívom, amikor folyamatosan így ide irányítódik a... Látjátok, itt már a figyelem, ide irányítódik a figyelem, és itt már kezd olyan mozi hatása lenni, hogy már kezd ilyen pofás kis weboldalunká válni. Jó? Egész jó néz ki már. Oké. Amikor ideig elhaladtunk, ugye akkor különböző widgeteket szoktunk betenni. Úgy hívják, hogy widgetek, tehát rákattinthatós képeket ide oldalra. Ez azért lesz majd érdekes, mert ahogy olvassák majd a blogjainkat, írásainkat, itt különböző reklámok fognak megjelenni, természetesen a mi reklámjaink itt ezen a sávon, és itt megint rá tudnak majd kattintani. Na most ide fogjuk betenni mindjárt azt a kapcsolati új űrlapot, ahova föl tudnak majd iratkozni ugye a látogatóink. Jó, akkor azt hogyan csináljuk? Én úgy szoktam, hogy megnyitjuk újra, bemegyünk az alapoldalunkra, tehát ebbe a webirodába, belogolunk, és itt a vezető marketing eszközökre rákattintotok, akkor az automata hírlevél küldő rendszerre rákattintotok, és itt a formoknál az űrlap készítése gombot kell megnyomni. Rákattintasz. Oké. Okay. Na most itt az űrlap szerkesztésénél kiválasztod, hogy a kampányod, tehát melyik kampányra irányuljon a föliratkozás. Most ugye itt a Skyway hírlevelekre irányul a föliratkozás, más még nincs betöltve. És itt ugye ezt nem kell átírni, ez a formnak a neve lesz, ez maga a rendszerre generálja. Itt a köszönő oldalt kell beállítani. Ha van az oldaladon már köszönő oldal, akkor annak a linkjét a egyedi elérési URL címmel kell rákattintasz. És ugye itt a köszönő oldal, most ez tulajdonképpen ez az itt kezd el oldala a Jánosnak. Jó, de természetesen itt be lehet állítani másik oldalt is, üdvözlő oldalt, ahol videóba köszönti az ember a látogatókat, én ezt javaslom majd. Most jelen esetben ugye ezt fogjuk beállítani, mégpedig úgy, hogy kivesszük innen a felső keresőből, ugye mindegyik oldalnak megvan a saját linkje, ennek ez a linkje. Tehát kimásolod, először kijelöd, aztán másolás, aztán visszamegyünk, és ide beírjuk szépen. Kijelölöd, jó bögérgomb, és beillesztés. Na most ugye itt van az, hogy már feliratkozott köszönő oldal, tehát hogyha már valaki feliratkozik, de még egyszer fel akar iratkozni, mert elfelejtette, hogy ott van-e nálad, vagy nem, akkor is ez az oldal, vagy amit szeretnénk, most jelen esetben ezt fogom beállítani, ez fog megjelenni. Jó. Oké. Követő kódot most nem teszünk bele, minden egyes űrlapnak megvan a saját kódja, vagy a hírlevélnek, ha akarod, bele tudod tenni, én most nem fogom beletenni, megvan ennek a miértje, azt majd később elmondom, most egyedül nem kell betenni. Nagyon fontos, hogy itt most mi nem szoktunk kettős megerősítést csinálni, hanem egy igazoló űrlap adatok, ezt kell kipipálni. Amikor ez megvan, lentebb megyünk egy picit. És itt van az, hogy mit szeretnénk az űrlapon látni. Tehát én azt szoktam, hogy teljes név legyen, és az e-mail cím. Hát itt, ha akarod, megváltoztathatod, hogy tehát itt az van, hogy please enter your e-mail, tehát kérlek, add meg a te e-mail címedet. Én esetleg ezt kitörlöm innen, kijelölöd egy delete, és akkor
mondjuk ezt egy nagyobb betűvel átírod, nagyobb y-on legyen jó. Mert ezt teljesen átírhatod magyarra is. De ezt is ismeri mindenki, akár ki akar egy űrlapot kitölteni, vagy egy feliratkozót kitölteni. Itt már magyarul írja be a rendszer, de ha akarod, mást is beírhatsz, de ez az elküldést, ez jó, nem kell bántani. Ha akarod esetleg megbontani, hogy külön keresztnév, külön családi név, én nem szoktam, akkor ezeket ki tudod pipálni. Hogy látható legyen, ezek mindig ki legyenek pipálva. Én igazán úgy szoktam beállítani, hogy keresztnév mondjuk. Nem kell nekem a családneve, minek. Keresztnév, hogy Gábor, János, vagy Erika, tehát mindegy, az a lényeg, hogy hogy mire keresztelték, keresztnév legyen bent. Itt jelen esetben a családnév nem fog majd látszani, és az e-mail, tehát keresztnév és e-mail, és akkor ez ki van pipálva. Jó, leellenőriztük és létrehoztuk. És nagyon fontos, hogy ugye itt megjelent az első hírlevél, az hogy néz majd ki, nem hírlevél, hanem űrlap. Nagyon egyszerű, ez csak még egy megnézhetjük egy előnézetbe. Jó, így néz ki egy keresztnév, your e-mail, ide fogják majd kitölteni az adatokat. Tehát így fog kinézni, ez még nem egy csili-vili, ez csak egy egyszerű űrlap, mindjárt megmutatjuk, hogy nem űrlap, hanem egy jelentkezési lap, hogy kell ezt használni. Jó. Ki kell vennünk a kódját. Mindegyiknek van egy HTML kódja, és ez nagyon fontos lépés most, amit mutatni fogok, hogy el ne tévesszétek. Ezt a kis kacsacsört megnyomjátok. Na most, hogyha be van állítva véletlenül, mint nálam a Google fordító, nagyon fontos, hogy az eredeti megjelenést legyen. Nehogy a fordítottat, mert akkor összekavarodik. Tehát eredeti megjelenése. Tehát mindig az eredeti kód jelenjen meg. Ezt ugye kijelölitek, mondjuk én egy Ctrl-A-val fogom kijelölni, de te kijelölöd, ugye szeretem. És jobb egérgomb, másolás. Oké. Okay. Amikor ez megvan, ezt ugye lekicsinyítjük, mert lehet, hogy mi kelleni fog. Visszamegyünk így erre az oldalra, és itt az oldal szerkesztése helyett azt mondja, viszed az egeret, és a widgetekbe megyünk bele. Tehát widgetekbe belekattintasz. A widgetek ugye itt megjelennek. Na most nagyon fontos, és ezt sokan nem tudják, itt van egy érdekes trükk. A szöveget kell kiválasztanod. Rákattintasz. Itt kiadja ezeket a sorokat, és az a lényeg, hogy itt ad widget. Megnyomod. És itt megjelenik egy ilyen panel, és ide, ebbe jobb egérgomb beillesztése beletetted a textet, tehát magát az űrlap, vagy a jelentkezési lapnak a kódját. Itt benne van, és akkor ide lehet beletenni azt, hogy én úgy szoktam, hogy beírom azt, hogy ha egyetértesz az adatvédelmi szabályzatunkkal, akkor tölts ki az adatokat. Tehát ez fontos, mert ugye be kell rakni az adatvédelmi szabályzatot, mindig a weboldalon kell, hogy legyen. Oké? Tehát ide beírjuk, hogy egyetértek az adatvédelmi szabályzatokkal, illetve ha egyetértesz az adatvédelmi szabályzatokkal, az adatokkal add meg az adatokat. Ennyi. Amikor ez így megvan, akkor fogod magad és egy mentést csinálsz. Amikor ez megvan, akkor ezt itt be tudod zárni, és akkor ide betette, ugye az első számú, ez a primary widget areában, ott a jobb oldalon. Természetesen ezt az űrlapot máshova is be tudod rakni, vagy a jelentkezési lapot, de most ide betettük az első számú prioritásba, mindjárt mutatom, hogy hova. Megnézzük, hogy mit csináltunk, tehát tekintsük meg honlapunkat.
És itt is van. Látjátok, ha egyetértesz az adatvédelmi szabályzatokkal, add meg az adatokat, és akkor itt van. Látjátok, gyönyörűen megjelenik. Jó. Na most ide szoktunk betenni olyan képet, videót, ami szintén egyedévé teszi az oldalt. Majd itt megkérjük a Jánost, hogy csináljunk egy olyan videót, ahol videóba köszönti az embereket, és elmondja, hogy miért érdemes ide feliratkozni. De itt már ugye megvan. Akármelyik oldalra ugye átmegyünk, akkor is marad ez az oldal. Jó, na most ugye itt több mindent be lehet tenni widgetben, videókat, képeket, rákattintatási dolgokat. Itt mindig úgy szoktuk, hogy előre megszerkeztünk egy oldalba, amit szeretnénk widgetbe megrakni, vagy kirakni, és azt szoktuk utána annak a kódját, az előbb megmutatott módszer szerint a kódot kell berakni, és így fog megjelenni képként. Erről külön csinálok már videókat, hogy widgetek készítése, és akkor hogyan lehet ide majd betenni különböző widgeteket. Oké, na, hát akkor úgy néz ki, hogy úgy ki megcsináltuk az alapvető design elemeket, természetesen itt a csillagos érek a határa, mindig valamit beleteszünk, kiveszünk, csinosítjuk az oldalt, tehát sok mindent lehet ezzel csinálni. A lényeg az, hogy már most ezzel az oldalra gyönyörűen lehet dolgozni, föliratkoztatni embereket, és hát lehet vele gazdagodni. Oké. Na, ennyi lett volna ebben a kis videóban, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!